Két bizottság munkájában veszek részt alelnökként, a Környezetvédelmi Településfejlesztés és Sportbizottságban, illetve a Népjóléti és Kulturális Bizottságban. Ezen felül környezetvédelmi tanácsnok is vagyok. 60 éve költöztem ide a szüleimmel gyerekként a településre. Nagyon jól emlékszem, hogy milyen volt ez a falu régen, és milyen volt a falu tövező határ. Ismertem a legtöbb vadvirágot, növényt a környéken. De hát 60 év alatt hatalmasat változott az életmódunk, és ezzel együtt Csömör is, illetve a környező határ. Ma már sokkal többet kell tennünk azért, hogy megőrizzük a természeti környezetünket, és megőrjük a lakókörnyezetünket a káros hatásoktól. Önkormányzatunk elkötelezett ebben az irányban is. Több területen és többféle módon teszünk azért, hogy megőrjük a természeti és lakókörnyezetünket. Csömöri patakot a forrástól egészen a Fóti határig helyi védelem alá helyeztük, azért, hogy a patakot szennyezőkkel szemben szigorúbban tudjunk eljárni. Ebben az évben a Majorszegi Liget kis vízfolyását, a Mókus patakot fogjuk helyi védelem alá helyezni. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a lehulló csapadék nagy részét gyorsan, jó messzire vezessük el, ezért kiburkoltuk az árkainkat. Ezzel szemben ma inkább a vízmegtartás a szempont, ezért nagy jelentősége volt a patakrevitalizáció elindításának. Első szakaszban az országos jelentőségű természetvédelmi területünkön rendeztük a patakmedret. Ennek jótékony hatását már ma is lehet tapasztalni. A korábban kiszáradt, vagy nagyon erősen kiszáradt lápréten ismét van víz, hatalmas foltokban láthatjuk a füzesek alatt a megmaradó vizet. Ebben az évben a horgásztó melletti szakaszon fogunk végezni beavatkozásokat annak érdekében, hogy helyreálljon a patakmeder. Szivárgó röngátat is építettünk a természetismereti parkban, melynek a célja az, hogy a hirtelen lezuduló nagy mennyiségű vizet az özönesők során visszatartsa, és csak kisletetve juttassa le a települési szakaszra. A horgásztóban egy költőszigetet hoztunk létre, ennek igazán egy ökológiai célja volt, hogy az ott élő madaraknak legyen zavartalan költőhelye. Víz visszatartást szolgálja az esőkertek megléte, 3 darab van a településen, és szeretnénk, hogy minél több legyen. Ezek az esőkertek a lehulló csapadék egy részét ideiglenesen tárolják, majd a vizet megtisztítják a növényzet segítségével, és beszivárogtatják a talajba. Ma már az árkokat sem burkoljuk tömör betonlapokkal, hanem gyephézagos burkolatot használunk, vagy egyszerűen füves árkot hagyunk a frissen burkolt utak mentén. A zöld felület gazdálkodásban is hatalmas munka folyik, nagyon megnövekedtek azok a területek, amelyeket rendszeresen karban kell tartani. A kertész csapatunk ezeket gondozza. Itt is próbáljuk az ökológikus elveket érvényre juttatni, olyan növényeket telepítünk, amelyek jól bírják ezt a klímát, kevés öntözést igényelnek, illetve kőmulcsal vagy ágdarálékkal fedjük a talajt azért, hogy ne száradjon ki a talaj, illetve ne gyomosodjon. Ezen felül csökkentettük a kaszálások számát egyes bekötő utak mentén azért, hogy a kis beporzó rovaroknak legyen egész nyáron át táplálékuk. Szigorítottuk a fakivágással kapcsolatos rendeletünket, mivel a megnövekedett építkezések miatt szaporodott az indokolatlan fakivágásoknak a száma. Bízunk abban, hogy sikerül megőrizni Csömörfa állományát, amelynek jelentős szerepe van a helyi klíma javításában. Elkészítettük a közterületekre vonatkozó fakataszterünket is, melyben minden egyes fa dokumentálva van. Erre azért volt szükség, mert
Nagyon nehéz újabb fákat telepíteni a településre a rengeteg közmű és burkolatok miatt, ezért nagyon fontos a meglévőknek már a megőrzése és gondozása. Ezen felül az erdőterületeinket folyamatosan növeljük, minden évben vásárolunk kisebb-nagyobb magánkézben lévő erdőt az önkormányzat számára. Nagyon szeretnénk, hogyha a következő nemzedékek már környezettudatosabban élnének, mi is teszünk ezért, csatlakoztunk az Országos Beporzók napjához. Most már évről évre a könyvtárban nagyon szép gyerekek által készített rajzokból, makettekből álló kiállítást tekinthetünk meg. Bízunk abban, hogy ezek a gyerekek sokkal jobban fognak vigyázni majd a kis beporzó rovarokra, illetve vadvirágos gyepeket alakítanak majd ki a kertjükben. A körtúrához kapcsolódóan, illetve a patak vizes élőhelyeihez kapcsolódóan egy vizes tanösvényt hoztunk létre, amely a gyerekeknek nyújt információt az élővizekkel és a vízfelhasználással kapcsolatban. Nagy álmunk valósult meg a tankert létrehozásával, ahol az egykori tankertet próbáltuk újraéleszteni. Itt egy nagyon speciális ökológiai kertművelési módszerrel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Nagyon izgalmas, nagyon szeretik a gyerekek ezt az új helyszínt, ahol közvetlenül kapcsolódhatnak a természethez, és konkrét tapasztalatokat is szerezhetnek a földművelés során. Minden évben csatlakozunk a világszerte megtartott földnapjához. Korábban rendezvényeket tartottunk évről évre, de az utóbbi két évben már civil szervezetekkel közösen tartunk olyan programokat, amelyek a környezettudatosságra, a természetvédelemre ösztönzik a lakosainkat, gyerekeinket. A lakosoknak is szervezünk akciókat, amelyben szintén a környezettudatos magatartást próbáljuk kicsit népszerűsíteni. Éveken át komposztládákat adtunk a lakosoknak kisebb oktatással egybekötve. A víztakarékosság jegyében vízgyűjtő konténereket kaptak a lakosok. Két éven át a kiskert tulajdonosoknak adtunk zöldségmagokat. Ebben az évben és az elmúlt évben kedvezményes áron juthattak szelektív hulladékgyűjtő kukákhoz azok, akik jelentkeztek. Ebben az évben pedig azokat a lakosokat támogatjuk egy nyári virágok osztásával, akik szeretnék a házuk előtti utcaszakasz kicsit jobban csinosítani, rendbe tartani. Ezen felül elindítottunk két programot a faluszépítéssel kapcsolatban, mivel szeretnénk elérni, hogy egyre többen fontosnak érezzék azt, hogy a portájuk előtt rendezett kép legyen. Ezért a Tiszta udvar, rendes utca programunkra lehet jelentkezni, illetve örökbe lehet fogadni a forgalomtelelő ládákat. Ezekhez biztosítunk növényeket, be lehet ültetni és egész évben gondozni. Már nagyon sokan jelentkeztek.